Sziasztok srácok, nem hisztek el, de igen, minden szombaton 16 órától live-olni fogok a Trovon, hogyha este még nem regisztráltál volna, mindenféleképpen regisztrálj fel, és ekkor is ott leszek minden szombaton 16 órától. A leírásban majd találsz egy kis videót, hogy hogyan tudsz beregisztrálni pontosan, szóval ne habozz, találkozunk ott! Na, most kaptam, srácok, megvan minden. Hú, nos, Mizu van kis, mit csinálsz van? Megint kis gépénél ülsz? Hello, 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 ez a csíkú, amit mutatott a pú. Ó, szia, pú. Szia, kis, Mizu. Hello. Hello. Hello, nem, csak igazából nem sikerült a Dunát így körbe úszni a kocsiddal, szóval. Mit csináltál a kocsimmal? Mi van? Kis. A Balaton már egyszer átúztam a kocsiddal. Továltam a Dunát is körbe. Akkor ezért volt ennyire vízszagú, vagy ilyen izészagú a Balatonszagú a kocsim? Aha. Meg nem tudom, mi a Balatonszag, de igen. De ezt túlélte. Illetve a határőrök majdnem elkaptak, amikor kimentem az országba, de elfutottam. És tönkrement az autó, a lényeg. Amúgy nem tudom elképzelni neked, milyen lehet egy napot, hogy téged a határőrök küldöznek, a Dunát próbáld egy autóval átúszni. Na mindegy, én nem is próbálok inkább beleképzelni, hogy ilyenek. Hát most ez egyszerűen regular everyday. Jól van, oké, és a kocsim hol van? Tönkrement. Tönkrement? Mi az, hogy tönkrement? Belement a víz, tönkrement, felvitte a Duna. Na jól van, de komolyan mondom! Oké, akkor hol az új autóm, amit vettél nekem? Micsoda? Na az új autó, amit vettél nekem, tudod a régi helyet, amit most rontottál el? Te miről beszélsz? Na hát nem vettél nekem... Szarolni viszont nekem is tartozik valamivel, amit már régóta elvett egy új csont. Na jó, oké. Kis-kis, van egy ötletem. Verjük meg! Verjük meg! Nem, szét foglak várni! Gyere ide, azonnal! Van egy jobb ötletem, most már te a Dunában úszik. Szóval, kisföldrajz. Szóval, a lényeg az, hogy én ott még Ausztria határán vesztettem el a kocsit. Szóval... Mit keresél Ausztriába? Na jó, vagy megyünk venni egy új kocsit, gyertek srácok. Vagy, még az is lehet. Hogy lehet már Belgrádban van a kocsi. Na jó, hagyjál békén. Megyünk Szerbiába! Nem. Na gyertek, megyünk szépen az autókereskedésbe. Úgyis nemrég nyílt egy nagyon menő autókereskedés, és ide raktak egy hatalmas táblát az a házunk elé. Na ezt majd meg is mondom szépen ott a autókereskedőnek, hogy vegyék innen el. Na jó, menjünk gyorsan. Menjünk, srácok. Igen? Kell ahhoz pénz, nem? Hát van nálam, hoztam. Na, gyertek, hoztam magam a 260 jelent, hogy nem lesz túl jó autónk, mert már kb. Minden pénzemet elköltöttétek mindenre, meg kb. Minden héten új autót kell vegyek. Igen? Igen, elég menő néz ki. Ezek biztos biztonságok. Jó napot, uraim! Jó napot! Autókereskedelmi boltot választották, miben segíthetek? Jó napot, szeretnék egy új kocsit venni, mert a kutyám belement a Dunába a régi kocsimmal. Aha. Hát, legeslegtökéletesebb boltot választották, nézzenek körbe, nyugodtan válaszolnak ahhoz, melyiket van önnek. Uram, atyám. Nézzenek nyugodtan körbe. Aha, itt egy ilyen 45 milliós autó. Menő, nem? Ez egy Jurassic X, 45 millió forintért 248 el megbeni, ez is jó, de... Ez meg a Jurassic Trap, ez 15 milliós. Kis, nincs közel sennyi pénzünk. Igen, várj egy pillanat, rászólok. Kis, rossz kutya! Na, rossz kutya. Jó van, de mit izélsz? Na, mit izélsz? Átkötetek egy autót. Nem kötünk el. Jó, Dani, ezeket az a helyzet, hogy srácok, elég csórók vagyunk, csak 264 aranyom van. Itt van például. Akkor ajánlom önöknek ezt a minibusz, szerintem kell kis autó lehet. Nami, ha megyünk MK-t, idiom 5-öt, de arra sincs pénzünk, 17... Ha 141-en megy, akkor megyünk egy motort. Kis, csak erre van pénzünk, ezt vesszük meg. 210-en megy a motor, lényegesíts. Na. Ez a legolcsó autó, szerintem nyugodtan megvesszük. Tessék, parancsoljon, megvesszük. Szépen vigyék el, nyugodtan. Na, gyere kis. Lettünk egy ilyet, mert ebbe férünk be mindannyian, és ez egyetlen egy lehetőségünk van konkrétan. Na srácok, menjünk, gyertek, szálljatok be! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Ezzel hogy férünk ki így az ajtón?
Hova tűnt a kocsi? Jöjjenek ki. Itt vagyunk, jöjjön, igen. Tehát azt mondja, hogy kell nekünk egy olyan, hogy minibusz, és akkor tessék, nyugodtan adok önöknek benzint is. Nagyon kedves uram, nagyon szépen köszönjük. Igen. Viszontlátásra. Mi az, kis? Maradj csak be, ne szólj senkinek. Mit csinálsz? Ne köss el autót, kis! Ne köss már el autókat, nem! Elfoglalk, hiszen nincs is benne benzin, gondolom, az csak egy díszem úgy. Én beszálltál egy játékautóba, kis? Jó buta vagy. Ne fogj működni, ne érszed a gondolom a két! Az csak egy dísz! Na jó. Igen, az csak egy dísz volt. Na, gyertek! A kutyám az egy kicsikét túl, nem tudom, túl pesdült gyerek. Értem. Viszlát. Na, srácok, hogy tetszik az új autó? Nekem nagyon tetszik, mert lehet ezzel menni nyaralni. Hát ezért mondom, na ezzel majd mehetünk egy csomót nyaralni, meg mindenféle dolog. Dehogy nem tetszik, tök menő, nagyon menő nem, szerintem. Nem megy sem ennyire. Dehogy nem, milyen gyorsan megyünk már. Nagyon. Na, tök jó. Járónak jó. Tök jó autó. Na, de én azt... akkor körbe tudom menni a Dunát. Hát, nem, kis, te többet az én autómban nem fogsz beszállni, csak szólok. Hát, tehát, hogy meglát. Azt nagyon elfelejted, de többet az autómban nem szállhatsz be, ez így megvan tiltva neked, csak szólok. Majd amikor alszom. Dehogy is, nem, eldugom majd mindenfele, nem fogod úgyse megtalálni, szóval ennyit erről. Srácok, kezd egy kicsit furcsa hangi lenni a motornak, azt hiszem. Ajaj. Ez nem tudom, de... Szerintem ez lerobbant. Srácok, meghalt a kocsi, ennyi volt. Megszerelem! Jó, na szép volt. Oké, kis, megszereled? Na, mutass, hogy szerelnek. Hát, szerintem... Én nagyon sok kocsis videókat nézek meg ilyesmit. Tudok mindent, amit csak kell. Aha, na, mutass. Azzal kezdünk, hogy a port kitakarítjuk belőle, hogy ne legyen koszos, amit egy léghullámmal lehet kitakarítani, amit egy gránát képes okozni. Szóval... Ne. Adja az anyósülés rá egy gránátot! Várjál, kezdek félni! Megdobj a gránátot! Jó, akkor adarabom! Segítség! Kis! Fel akarod robbantani a kocsit? Nem megoldás. Lehetőleg nem. Milyen léghullám? Miről beszélsz? Azt tudod, hogy mi vagy? Te egy buta kutya vagy, kis. Buta kutya. Mi? Én Forza Horizon ezek, én olyan tudom, hogy meg tudok neked tolni. Attól még nem leszel szerelő. Jaj, Istenem. Még megfogom és kiukasztom a kerekeidet. Ne. Na, nem. Na, szóval srácok, nézzük, mi van itt, ez valami benzinkút, vagy milyen? Jó napot, uram! Jó napot kívánok! Jó napot, üdvözlök! Jó napot, esetleg... Mivel segíthetek? Ez valami benzinkút, vagy szerelő, nem tudom, nem tudsz szerelni kocsit? Autószerelő volt. Autószerelő? Na, srácok, pont a szerelőnél robbantunk le. Akkor a farhelyen jobb vagyok. Na, meg tudja esetleg szerelni az autónkat? Persze, mi történt az autó? Lerobbant, csak úgy jöttünk, azt lerobbant, pedig most vettük. Értem. Hát akkor én hozom a kalapácsot, a benzint. Igen. Ezt, hozok egy, mondjuk hozom a kulcsot, hozom a kereket is. Látod, önök legalább vannak hozzá cuccai. Na, és akkor menjünk, nézzük is meg. Milyen cuccai, semmilyen nincs el hozzá. Dehogy nem, van fúrója, értem. Meg kalapácsa, meg mit tudom én, milyen fogója, meg minden ilyenje. Nekem is van otthon, de itt nincs. Kiteréljük a kerekeket, hát igen. Jó, első megvan, második is szuper. Na. Harmadik is megvan. Nézzük. Nagyszerű. Nem is lehet ennyire megszerelni, hogy cukrogyárt ver minket. Dehogy ver át! De hidd el nekem, tök igazinak tűnik, tök igazinak tűnik. Rendben, mi? Tökéletes is. Megtöltünk még, és szerintem tökéleteset. Jó van, köszönöm szépen, uram. 64 arany körülön is meg. 64 arany? Ez a szerelő? Ennyire vettem az autót? És ennyi az autószerelő? Aj, Istenem, nem hiszem el, de komolyan mondtam, hogy nem egy ilyen autót kellene venni, ami lehet a másik percben már lerobban. De legalább az a lényeg, hogy megszerelhetem az autóját. Jó van, köszönöm szépen, remélem többet nem kell. Viszlát, viszlát srácok. Na, gyertek, menjünk. Szóval, induljunk el, padlógáz! Nem bírom irányítani! Nem bírom irányítani! Nem, próbáld meg, elment instant jobbra konkrétan, amint beszálltam, amint mentem előre. Próbáld ki? Menjél! Én alapjáraton sem tudok vezetni, szóval én leszek az okos, hogyha nem megy, akkor is. Júj! Megy a húzavarra! Ezt mondom, hogy össze-vissza megy, ez a... Kis Psyche!
kis... Szállj ki! Jó, oké, bele a fába, ügyes vagy. Na, szállj ki. Jó, gyere, szállj ki, kis. Jó, menjünk panaszkodni a szerelőnek, komolyan mondom, nem hiszem el. Szerelő! Valamit nagyon elrontott! Szerelő! Konkrétan, amint átadta az autót, egyből elkezdett csak balra menni, meg jobbra az autó, és neki mentünk egy fának. Aha, érte, egy pillanat is megnézem. Na, jól van. Az a gond, hogy fordítva tettem be a kerekeket. Fordítva a kerekeket? Gratulálok, te idióta! Jézusom! Legalább annyira jött ez a kocsi szerelés, az úgy tűnik, mint kis. Na, azért! Na, engem ne hozzólítsál, mert egy ilyen idióta! Tomi, hazamegyek! És építek nekem a szemében egy kocsit. Na, nem kell, jó? Az kb. Húskocsi lenne. Jó, nem, köszönöm szépen. De ennek mi joga van beszélni nekem? A legesebb. Mi joga van, ne fejel le! Na, kis, nyugodj már le. Na, jó, köszönjük. És akkor a 64 arany megint nem maradt. Elkérem szépen. Mennyi arany? 64. Miért? Maga rontott el az autót, előbb vallotta be. De... Garancia, nem hallott róla? Uram, kérem, garancia, tudja, még nem léptük át a garancia vonalat. A pénzt. Szóval a garancia cuccot még nem léptük át, szóval... Rendben, igen, kell nekem egy tábla, igen. Mit csinál, uram? Ez itt a garancia vonal. Átlépték a milyen? De ezt most írta ide, hát ez nem ér. Nem, ez... Istenem, jó, kis hagyjuk, jó? Tudja mit? Nem. Szedjél ki az ATM-ből, szedd le a bankkártyámról a 64 aranyat, na. Hol van az ATM, jól van. Itt van valahol biztos, de komolyan mondom, nem hiszem el, hogy ennyire izé lehúz minket pénznek, mint olyan okra, amit... Aha, a legprofik szerelő, persze, valószínű. Na, lesz ott pénz, kis. 640 arany, jó. 64 arany? Nem 640, nincs is annyi pénz a kártyámon, szóval megpróbáltam. Hát, most írtam, felvettem egy hitelt, 200%-os fejjel. Mit csináltál? Mit csináltál? Van 640 aranyunk. Ne, jó, oké, fizess ki a urat, és akkor... De ne add már oda neki mindet, kis! A pizza! Na, nem mindet, na, jó van. Jó van, köszönöm szépen, na, gyertek srácok, menjünk a izé, várjatok. Na, menjünk srácok, gyertek, szálljunk be. Most már így végre talán menni fog az autó, reméljük, na. Várjál, nem szálltam be! Idáig úgy tűnik, hogy eléggé nincs olyan nagy problémája. Jó van, ideig nem tűnik úgy, hogy bármi problémája lenne. Mi volt ez a robbanás? Mi volt ez a robbanás, srácok? Felrobbant az autó. Ez... Mindenki jól van. És eltűnt, igen. De mindenki jól van? Igen, én jól vagyok. Tölni. Hát ezt látom, hogy nagyon gyertek, menjünk be Dani, is. Dani, ezt visszaadhatom neki? Mit? Ne öld még meg, várjál, még számon akarom kérni. Uram! Uram, miért bújtál? Uram! Jó napot! Látom magát! Na, miért is akart felrobbanni? Várjon már! Magának nagyon ismerős a ruhája, és miért van magán egy? Magán egy állarc van! Nem, dehogy is! Aha! Kis szedd az állarcot, te ebbe jó vagy. Szedd le! Lelő a kutya! Idióta! Pakolják ki! Pakoljam már ki! Gyerünk! Ilyen állarc nincsen, szeretnéd, hogy az állarcra lője? Aha, tudtam, ez autókereskedő. Szóval az autókereskedő... Nem menekül. Na, be a szarokba oda az óra. Maradjon szépen itt. Ha megmozdulsz, akkor belém lövök egy olyan 8 kalibereset, hogy ketté robban, csávó. Nos, maga mit is képzelt magáról, hogy konkrétan eladott nekünk egy rossz kocsit, majd kamuból szereltette nekünk, és lehúzott egy csomó pénzzel. Magyarázat? Hát az úgy történt, hogy... Ne, van egy ötletem. Szóval, hogyha ide adja nekünk a legdrágább autóját akkor, és visszaadja a pénzüket, akkor elnézünk ez az ügyfelet, ha nem, akkor ráengedem a kutyát. Na jó, van, menjünk. Na, ez az, szóval na, szépen menjen és a legjobb kocsit kérjük. Egy méter térjel az útvonaltól, és hát egy csapatokban leszel. Így van, én helyébe sietnék. Na, nem, itt vagyunk, gyerünk! Na, melyik az autó? Ez a legdrágább. Oké, ez elég menőnek néz ki. Gyertek, srácok! Na, Dani mondta, hogy ilyen autónk lesz! Na jó, oké, igen, ez tényleg nem rossz. Még egy ilyen szét lőlek! Na, húzzunk kifele! Kis, csinálj egy nagyobb bejáratot! Jó, várjál, állj hátrébb, állok! Nem akarom bántani! Jól van, menjen! Szóval! Ez
Laszaltókereskedésnek! Hú, gyerek is! Nyomjunk! Viszlát! Srácok, úgy tűnik, hogy mégis lett eléggé királyautónk, szóval, ja, mégis megérte a Dunába repülni a kocsival. Fú, de menő, még nyomot is hagy. Srácok, köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb a következő videóban. Addig is, sziasztok!